Beszélnünk kell a graffitiről. Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követel. A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást falfirka elhelyezésével követik el. A Magyar Büntető Törvénykönyv 371. paragrafusa. Ha a graffiti bármin változtatna, illegális lenne. Banksy, graffiti művész. Képzeld el, hogy hónapok óta videokonferenciákon ülsz, egy Excelből kettőt, hármat csinálsz, PowerPoint diákon éled az életed. Képzeld ezt el. Az egész elkúrt nemzedék benzincsapon, kajáttállal, vagy a kendős rabszolgának állt. Aztán képzeld el, hogy egy reggel az elkúrt nemzedék tagjaként mindezek ellenére, vagy pont ezért, de bemész dolgozni. Minden szürke és hideg. Szempárok merednek rád a maszkjaik mögül. A vakolatlan, szürke, egyhangú házfalak egymást érik. Aztán egyszer csak meglátod ezt. Itt van ez a rosszul festett tűzfal, amire valaki rádobta hányaveti látszólag nem törődő módon ezt a feliratot. Ez annyira öncélú, hogy az már művészet. Kilátástalan, céltalan, de bátor és lázadó egy mondatban. Erre kénytelen vagy valahogy érzelmileg reagálni. Felbosszant, vidámmá tesz. Speciel engem vidámmá tesz. Máskor, más helyen a művésznek talán még voltak céljai. Itt és most semmi. Hol ér véget a nettó vandalizmus? Nekem is ez csak a személyes megítélésem, a nettó vandalizmus. Az tulajdonképpen ez. Ezek az úgynevezett tegek. Itt több helyen láthatók. Itt. Ezek, mivel nem vagyok az adott szubkultúrának a tagja, nekem nem mondanak semmit. Lehet, hogy valakinek valahol valamit jelentenek. De mint a befogadó, nekem semmit. És a helyzet az, hogy szerintem ezek az adott szubkultúra street art maszturbációi. Semmi másra nem jók, mint némi önkielégítésre. Aztán van az a kategória, ami már szép, mondjuk, de semmi más, semmi több. Csak ezt tudja, szép. Szóval, ezek voltak a szépek. De mi a helyzet, ami esetleg ennél több, amiben komoly kritika van? Van már valami művészeti értéke? Mindenkinek mond valamit, mindenki viszonyul valahogy hozzá. Ami már, ha úgy tetszik, akkor valamilyen szinten szép művészet. Nézzünk meg egy pár példát. Épp, ezt hagyom egy kicsit. Szóval nyilván senki nem örül, hogyha lefestik, átragasztózzák, lematricázzák a házát, igaz? Ugyanakkor valamilyen szinten a street art, a graffiti megkerülhetetlen műfajok egy város életében.
ha úgy tetszik, talán a legőszintébb művészet. Ugyanis a művész nem akarja eladni, amit alkotott, nem akarja like-ra váltani. Ezek mögött a képek mögött anonim művészek vannak. Egy-kettő talán híres lesz, egy-kettő talán be is fut, de egész biztos, hogy eleinte nem ez a céljuk. Tehát ilyen szempontból egy őszinte művészetről van szó. Én azt gondolom, hogy a street art, a graffiti, az egy város életében már megkerülhetetlen műfaj, valahogy helye kell, hogy legyen. Várom a kommentben, hogy ti mit gondoltok erről, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel odalent, biztos, hogy még játszok egy-kettővel így a közeljövőben. Köszönöm!